Hazánk Európában vezető helyet foglal el a túlsúly a korai szív- és agyi érbetegségek előfordulásában, ennek egyik fő oka a gyermekkori túlsúly, ami alása a fizikai, szociális és pszichológiai jólétet. Gyakran vezet felnőttkori elhízáshoz, és ismert kockázati tényezője a leggyakoribb krónikus megbetegedéseknek. A Házi Gyermekorvosok Egyesülete most egy országos prevenciós programmal szeretné csökkenteni a túlsúlyjal élő gyermekek arányát. Az elképzelés pedig a Richter Annadi országos döntősei közé is bekerült. Kántor Irén az Egyesület alelnöke 35 perc című műsorunkban azt mondta, egy egységes szemléletformáló gondolkodásmód kialakítása a cél az ország gyermekorvosi hálózatát bevonva mint gyermekorvos, mint endokrinológus, valóban hiszek abban, hogy úgymond felnőttként és gyerekként is a szokásaink vagyunk. És hogyha már kialakult egy rossz szokás, akár étkezés, mozgás, tévénézés, munka, sport szokás, akkor már azt nehéz megváltoztatni. Úgyhogy a maga a filozófiája amit a, a mi ötletünknek, az az, hogy akkor elkapni, amikor már egy olyan Kedvezőtlen életmódi változás alakul ki a gyerekekben vagy a családokban, ahol még nem ivódott nem bele az életrendjükbe egy rossz életmódi szokás, és akkor úgymond sokkal könnyebb visszafordítani egy rossz életmódot, mint amikor már 10-20 éve egy család ebben benne van. Az Egyesület célja, hogy egy informatikai fejlesztése hozzanak létre egy egységes adatbázist, ami a mesterséges intelligencia segítségével jelzi a szülőnek, ha a gyermekének egészsége az elhízás miatt veszélyben van. A gyerekeknek és a felnőtteknek is a testi állapotát, a túlsóját nagyon egyszerűen jellemezhetünk egy számmal, a BMI indexsel. Ezt a testmagasságból és a testsúlyból számítjuk ki, és ezek az adatokat ezeket folyamatosan mérjük. Méri a védőnő, méri az iskola védőnő, méri a háziorvos, méri a nagyon sok helyen mérjük, mégis ezek az adatok mindig egy másik adatbázisban vannak. És a mi tervünk, illetve a projektnek a része is az, hogy ezek egy helyre gyűljenek össze. És hogyha egymás mögé vannak rakva ezek a számok, akkor látható, hogy ha elindult valami kedvezőtlen tendencia. És nem akkor kerül már be a gyermek a gondozásba, akár a háziorvosi, akár a szakorvosi ellátásba, amikor már nagyon kicsúszott az egészséges tartományból, hanem már akkor hamar észreveszi az a szülő, hogy, illetve a házi orvos az ESZT-ben összesített adatokon keresztül, hogy elindult egy kedvezőtlen tendencia. A Házi Gyermekorvosok Egyesületének prevenciós programja az orvosi kategóriában bekerült a Richter három döntőse közé. A közönség díjra a díj weboldalán szavazhatnak a civilek.